Mi ez, hagymás, Ez a mozizgatunk. Hogy mi? Mondd ezt még egyszer! Ez a mozizgatunk. Hadd mondjam el, miért vagy itt. Azért, mert tudsz valamit. Akarod tudni, hogy mi is az? Ez a mozizgatunk. Ez most komolyan beszél, hogy viccel? Mindössze kettő, akiket tízezer másik közül válogattak ki. Gedzóval és Csomásonnyival. És van filmes tapasztalata? Igen, elég sok aktív tagja vagyok a videotékának. Ezt miért nem mondtál korábban? Akkor nem lett volna ilyen hatásos? Hello, mindenki, szervusztok. Mozizgatunk podcast történik. 8. év a 17. adás, hogyha minden jól megy. Itt is annyi. Sziasztok! Hey, hát lelkesebben már. Itt sem. Ja, itt vagyok én is, úgyhogy akkor a neki. Energiától telve. Energiától meg vagyunk lőve, a időjárás ügyleges, minden össze-vissza. Tehát, hogy nyár, tavasz, tél, mikor mi van. Nem győzök ki, mint az állatok. Na, azt mondja, hogy kettő film lesz ma, amiről fogunk beszélgetni. Azt. De te akkor nem is néztél ezen a héten semmi más? Néztem még, de hogy. Nem majd hogy lesz, 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 rá idő, rá idő, igen. Ha lesz idő, Jaj. akkor majd mondom, hogy mik azok ilyen űrhajós filmek. Pervers. Régi űrhajós filmek. Nagyon kemény. Ez egyik az igaz című csodálatos film. 3 óra 20 perces rendezői változat. Jó. Három részletben néztem meg. Illetve a űrutazás a Földön, vagy földi úrtazás, Földi úrtazás azt az ez a címe. Na, az még egy beteg. De ezek neked honnan jönnek a mód? Hát majd ezt is elmondom. Jó. Na, úgyhogy egyelőre Challengers. Te leszel az első magyar a Holdon? Én. Én. <laughs> jó. Na tudod, hogy hányan voltak, hányan léptek a holdra összesen? Mit tudom én? Honnan tudjam? Hát valami, nem tudom, hogy hallottad, olvastad, nem tudom. Nem, hát, nem valami tudom, csak tudná. fogalmam sincs. Nincsen? Hat projekt volt, két, két személyes mutatványokkal, tehát akkor 12. -en. És tudtam utána nézni. Na jó van, szóval challenge ez, Micsoda, információ Információvirágokkal hát, kezdődik az, az elején, elején, majd megmondjuk, Igen. Hogy mi van. Úgyhogy nincs mese. Jó, menjünk rá a hogy a kaszkadőr, melyiket szeretnék kezdeni? Tessem parancsolni. Kezdjünk meg. a kaszkadőrrel, mert az friss élmény mind a kettőnknek, mert tegnap néztük meg, csak különböző Így van. Ezért van. Vagy, ezért, van most ez csütörtökön, amikor nem szerda van. Jó? az szerintem mindenki értette. Jó, tehát, hogy ezt megnéztük jól. Igazából már kedden meg akartuk nézni, csak aztán átdobtuk szerd, de mindegy, hosszú történet, a lényeg, a lényeg, hogy megnéztük ezt. Ez relatív a friss, hiszen mátó hivatalosan a mozikban. Ugye? Nem van csütörtök. És De nem. van De ez már egy hete van a moziban, nem? Nem. Biztos? Biztos. Kedde volt, kedden volt az első, és legalábbis a belvárosban szerdán volt még egy, tehát hogy az kettő, és mátóban szerintem. É, tényleg? Hát akkor kúra frissek vagyunk. Na most. hát ezt mondom, hogy, hogy nagyon frissek vagyunk. Úgyhogy a Kaszkadő című filmet megnéztük, aminek az előzetes alapján úgy volt, hogy meg se nézzük. <laughs> Mert hogy ez a megint az történik, hogy valamilyen látványos valamibe csomagolt, ilyen vicceskedőnek ható valami rettenetre számítottunk. Nagyon szép emberekkel. Igen, tehát szép emberek, nagy robbantások, nagyon jól néz ki, új, de ezért nagyon vicceseket mondanak már az előzetesben. Ö... Azt tudjátok, az amikor így van valami, van valami borzalmas akció, jelent, és előtte még azért odaszól valamit a főhősőjén, valami viccesnek szánt valamit, és aztán utána a még viccesebbnek szánt valami akciójelent. Szóval, hogy úgy jutunk be, hogy én nekem ez semmilyen típusú elvárásom nem volt a kaszkadőrrel kapcsolatban, viszont cserébe ugye nem írtak róla különösebben rosszakat. Tehát, hogy ugye ez, semmit ez nem volt, Oké, nem jelent semmit, de hogy így azért, tehát hogyha már nagyon nem szar, akkor már olyan inkább akkor nézhető. Na mindegy. A lényeg a lényeg, hogy, hogy elmentünk ezt megnézni. E, tegnap, sőt, tegnap két előadás volt a szerint, hiszen én hatkor néztem, 8 nyolckó, tehát akkor hát már, ez már megbukott itt, amit az Jó, Ö, hát azt, hogy a port.hu 9,3 az. Jó, hát a portpontú az. <laughs> Oké, okay, 7,3 AMD-ben, és 76 ment a Néz Nézd már meg, én arra vagyok kíváncsi, ugyanis ugyanezt a filmet ugyanaz a, a, a David Leigh rendezte, aki a gyilkos járatot is. És én arra vagyok kíváncsi, hogy annak milyen az értékelése. Mert, mert azért a kettő az mérhető egymáshoz, de de majd mindjárt kiderül nyilván, hogy mit gondolunk. 7-3. 7-3, ugyanúgy 7-3 akkor. Igen, és 49 az Ezt nem nagyon tudom hova tenni be valami őszintén, de majd beszélünk erről, hogy ez. Ja, yeah. bár mondjuk ő a Halálos Iron Man Hobbs and Show című filmet is. Uh. Meg az atomszőkét, hú, ide jó volt az is. Na jó, szóval ez ilyen változó a, a művész úrnak a, a, munkássága. Jó, szóval kaszkadőr, tehát hogy így beütünk, és akkor mondom, egy ilyen, hát Ugye az van, hogy ez 7,3-on áll, hogy azt beszéltük a imdb n Tehát én, az, én úgy vagyok ezek a filmek, hogy ez azért kicsit túl van értékelve. Tehát ez egy ilyen, hát mondjuk 5,5 nálam. Mert hogy, ja. túl, mert hogy itt túl, túl, van, ez gondolva egy kicsit. Kedvesek a vagyunk, 3. akkor Öteg... lehet, hogy hatos lesz belőle, de... De öte, én mondom, egy ilyen ötös filmre számítottam, végig, végignézem, azt hogyha így van. Hát most, hogyha kell, akkor megnézzük. Ugyanis, és... ugye azt tegyük gyorsan hozzá, hogy most már Tulajdonképpen megint kezdjük elérni azt az időszakot, és már a peremén vagyunk annak, hogy... Hát nem nagyon tudunk ilyen mozipremiérekkel szolgálni, mert azért vannak olyan dolgok, amiket nem nagyon akarunk megnézni, mert egy, senkit nem érdekel, kettő valószínűleg nem is jó. Így előfordul, hogy hát inkább lemondunk ezekről a premierekről, és inkább valami másról beszélünk. És most még ez a, erre a hétre még ki tudtunk állítani két mozi premiér, de azért a következő hetektől kezdve nem tudjuk, hogy hát majd megint valami koncepciót hát jó, lesz, lesz, ilyen, hogy a majmok bolygója, ami engem úgy különösebben érdekel, arról majd még beszélek hosszabban és legközelebb. Aztán uh, van a képzeletbeli barátok, amit hát nem tudom, hogy te meg akarod nézni, Ryan os Úristen. Annak, na, annak már az előzetesen is olyan, amit ő így Borsolcik az embernek a hátra, hogy méz, Ott megint nincs semmi olyan, ami, ami lehetne. 16 héten, más 23 furióza. Fu fu az, az, lesz majd, de... Az engem érdekel. Én, de, én is meg aztán, fogom nézni azt most már. Aztán május 30. Garfield. <laughs> hát a Garfieldot nézze meg, aki ráír. Én meg fogom e, nézni. Igen? Oh. Hát akkor sok sikert én azt kihagyom. Köszönöm szépen. <laughs> lesz egy ilyen anyai ösztön című film, ez nem tudom miről szól, valószínűleg ez is egy ilyen középkategóriás valami. Bad Boys, már a harmadik része érdekelt, ez már június figyelők. Majd hogy az agymanó 2 lesz, lesz érdekes. Az, már az június, június 13. A... Tehát, hogy azért itt az még dolgozunk kell valamit. Tehát itt közben azért már sok minden hogy mondjam. Kinyírni a világot. Lesz egy ilyen film június 20-án. Nagy, nagy lesz. És hang június, nélkül. Ö, ö, június 25-én egyedül a hang nélkül. Igen, aztán lesz a grú 4. Uh, jó. Hát, szóval. Hogy hát így... varadjunk annyiban, hogy itt a június, július egy-két ez a amikor a gonosz leselkedik, amiről beszéltem az adásban. Mm -hmm. Ez az. Na jó, azt hát lehet, igen. hogy ha megnézzük. Mi, én már láttam. Jó, hát akkor te már láttad, bocsánat, meg. Ö... Úgy, hogy meg. Úgyhogy ez a július-június valószínűleg megint olyan lesz, hogy majd vagy kitalálunk valami koncepciót, vagy... Van, amiket nézünk, mert vagy ugye egy júliusban éves újra... keresztül bután nézünk a kamerába, ez a kész lehetőség. Fó, egy nagy igény van rá. Kivérző <laughs> szerelem, ez lesz még a mű, talán érdekes lehet, meg utána, amit a Sany nem fog megnézni, viszont igen, a Deadpool és Rozsomákos történet. Az, szóval, így azért... az, ami neked a garfi, nem az, aki akarja. Nyáron az nem fog itt a mutatványt. Ö, heti valószínűleg egy olyan film lesz, amit meg fogunk nézni moziban. Hát vagy annyi se. Neked muszáj pótolni, te hogy ezt most számokkal? Igen, amúgy én az én a bal... láttam eddig, 25 mozifilmat. Hogy... én hát... nyilván 28-on vagyok. Tehát az nem állunk jól. Az a, az, a, három nyilván. horror, amit én nem néztem meg kb. <laughs> igen. Igen. Bocsánat, hogyha valaki hát csak Hát meg hallgat, volt és olyan, hogy a közönség találkozó most a Hernes felikete a moziban nézted, én meg nem. Na igen, például az, hogy én volt. Oké, na, térjünk vissza a kaszkadőrre, mert kicsit elkalandoztunk. Szóval bejutunk erre a jó kaszkadőrre, és mivel, hogy semmilyen típus elvárásom nem volt, inkább az volt, hogy ez szar lesz, és végigunatkozom azt a két óra hosszát, meg egy kicsit. És ahhoz képest ez egyébként egy tök nézhető és szórakoztató film volt. Ez még mindig nem egy 7,3-as, azért maradjunk annyiban, hát de... De azt kell mondjam, hogy az az átlag moziban nézés, ez mondom, nem derogálás, azt már 150 szel mondtuk, de az, aki mondjuk tényleg az az egy, vagy maximum kettő, esetleg, ne úristen, három filmet megnézi egy évben moziba, és mondjuk ez erre szalad rá, akkor neki ezt tetszeni fog, ez egy szórakoztató film volt. Ö, és nem is nem, tudjuk hibáztatni érte. De tényleg, tehát ez egy, ez egy tök oké okay film volt, beült, megnézte, szórakozott, Robant, volt benne két, vicceset mondott, igen, szép volt az ember. Jó nézett Ryan Gosling, kétszer-háromszor az Emily Blunt egy helyes csaj, azzal sincs különösebben nagy probléma. Az Aaron Taylor Johnson mindig, még mindig kockás hasú férfi, tehát hogy azért voltak ilyenek, sőt, akkor gyakorlatilag ebbe az adásban csak ilyen szép, szép férfi felsőtestekről fogunk beszélgetni. Igen. <laughs> Na jó, okay. Izzad férfi felső so, felső felsőtestekről. Felső, sőt, izzott fejekről majd a Challengersnél. Na mindegy. Szóval, hogy ö, a Kaskadőr történet egy, egy tök egyszerű maga a sztori egy full lerágott csont, mert szerintem hát 25 milliószor megcsinálták ugyanezt, amikor van egy szerelmes pár, azok valami miatt így szétmennek, és aztán a végére összejönnek bármilyen rettenetesen hihetetlen, és közben van benne természetesen egy ilyen megoldós, gyilkosságos valami, aminek aztán a vége, megint csak egy pozitív kecsengési dolog. Tehát ez tényleg egy ilyen szórakoztató, nem bánt ez senkit, sőt azt kell mondjam, hogy a kaszkadőröknek egy ilyen tök jó Igen. dolgot állít fel, amitől tényleg az van, hogy, hogy uh, itt egy picit belemennek abba is, hogy már CGI-ja, mit lehet rárakni kinek, milyen arcára, hogy a kaszkadőr az mit csinál, hogy ott az elő, hogy az tényleg fáj, van ott egy ilyen rész, hogy amikor neki csapódsz valaminek, akkor az tényleg fáj, ha leesel azt az tényleg fáj. Szóval, hogy is igazából ez egy ilyen respekt a kaszkadőrök felé ez a film. Független attól, hogy történetek nem fog nekünk adni semmi ölt, amit, amit még nem láttunk volna, hogyha legalább három filmnél többet néztünk meg életünkben. És akkor nagyjából ennyi. Nem is akarnám ezt így elszpoilerezgetni, vagy, vagy magát a történetet, hogy, hogy itt mi, ki milyen balhéba keveredik, hogy nem ér oda, hogy ér oda, stb. Van benne 4 5 hat olyan akciójelent, amit tényleg betyár jó. Tehát, hogy tényleg, ténylegesen frankó meg van csinálva, tehát, hogy ez még egy akciófilmnek is. Azt mondom, hogy vannak kettő sokkal szarabb akciófilmek, pedig ez nem akciófilm. Szóval ezek, ezek nagyon Frankum meg vannak csinálva. Egy kicsit belelátunk, és egy picit így viccesre van véve ez a egy filmforgatásnak az összes résztvevője, aki ilyen asszisztens tud lenni, aki tud a lenni. az univerzum peremén. És, van a filmnek a végén, én azon esküszöm, fölröhögtem, van egy, egy darab nem várt fordulat a filmnek, ami <laughs> egyébként, hogyha, hogyha, visszagondolsz rá, akkor ott már megjelenik egy jelenetbe a, 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 maga az utalás erre. Én tudom, hogy mire Tehát, hogy az, hogy megjelenik egy olyan színész a végén. Na, igen, megjelenik egy olyan színész, akire nem számítottunk, de, a, de, de, egy utalás van rá közben a filmben. mindegy, nem akarjuk ezt polderezni. Mert hogy azért tök jó poén szerintem. Oh, ja. Az egy így, az, az hogy így főrögtem, hogy na, tessék. Na, no, szóval, igen. És akkor nyilván vannak ezek a túlzó amikor ott megy, a, ami a plakáton is rajta van, hogy mennek egy ilyen, ilyen operatőr és akkor ott a csajja a ez benne van az előzetesben is, és akkor tényleg ilyen, ilyen búsít hülye dumákat ott küldenek benne. Ö, szerintem egy tök szórakoztató film, és hogy, hogyha tényleg az van, hogy nem a világ legnagyobb filmművészeti csodáit akarjátok megnézni a moziba, csak jó akartok szórakozni, akkor ezt viszont tényleg tudjuk ajánlani. Mert, mert ez tényleg egy szórakoztató. Tehát, hogy ebbe, ebbe olyan ö, bődületesen komu, van benne egy-kettő, tehát hogy azért maradjunk annyiba, de ez a másik filmre is igaz, amiről majd beszélgetni fogunk még, hogy, ö, hogy van egy-kettő ilyen indokolatlan gay jelenet benne, ami hát pff, lássuk be, hogy ezért bele kell rakni, mert mert valahogy az embereket úgy meg kell fogni, mert most, hogy nagyon elművészkedjük, vagy csak nagyon utalgatunk rá, akkor nem biztos, hogy mindenki érti. Uh -huh. És akkor e ezek így megvannak. Szerintem egy-két poén ül is benne. Nyilván uh, raktak bele, mivel hogy kisgyereket nem raktak bele, ezért kutya van benne. Tehát valami, valamit bele kellett rakni, hogy azért, hogy ezért még, még, még vonzóbb legyen a mutatvány. Úgyhogy, úgyhogy, mondom, én egy, ez egy tök szórakoztató dolog, egy kicsit jobban Hogyha valaki abszolút nem szokott, akkor jobban belelát így a forgatásba, vagy hogy is néz ez ki, hogy a kaszkadőröknek mi dolguk van, hogy csinálják ezt, egyéb ilyen, egyéb ilyen mutatványok benne. Ez egy akciódus, romantikus végjáték, kb. ebben a sorrendben, így a film. Mert végjátéknek az ezt nem mondanám, romantikusnak már mondanám, de inkább egy akciódus, romantikus végjáték. Hát hogyha... én meg azt mondanám, hogy ez egy fullon akciófilm, amiben van. van rom... Hát. Most mondjam azt, hogy van romantika, de igazából, tehát, hogy nem nagyon van ez kidolgozva, de hát nyilván nem is ez a lényege a filmnek, hogy ki legyen dolgozva. Mm -hmm. Tehát, hogy ugye a romantika az annyira történik, meg hogy Emily Blunt meg Ryan Gosling ilyen nagyon cukid néznek egymásra. És Igen, meg hogy, ennyi... meg hogy ilyen cuki, cuki pár ő. Igen. Tehát, tehát hogy két nagyon szép ember, itt együtt van tulajdonképpen, és akkor annyi a közös pontjuk, ami így muszáj volt, hogy legalább annyi legyen, hogy ugye hozzanak rossz döntéseket, és margaritát kell inni. Igen. Vagy velem, és lemennek a, a tengerpartra, és ennyi. Tehát, hogy ez az egyetlen ilyen közös pontjuk van, meg van egy ilyen, hát szerintem talán ezt a jelentet oda lehet sorolni, amit mondtál ezek közé, a ilyen felesleges töltelékek közé, hogy hogy ö, ott kőpapíroloznak, meg mit tudom van egy ilyen montás, hogy ők mennyire, jaj, a kémia az, hogy működik közöttük. De működik egyébként. Tehát de hogy... működik, persze, csak hogy nem nagyon van nyilván ez kidolgozva, meg semmi ilyesmi. A sztori is ugyanez, tehát hogy a, a, az egésznek, hogy, hogy nagyjából már elég hamar lehet tudni, hogy nagyjából mire fog ez az egész kifutni, de de az, az, is kicsit instabil lábakon áll, tehát hogy nem igazán érted, hogy ez most ö, miért jó ebben a formában. Vagy, vagy, tehát tényleg az van, hogy ez egy nagyon egyszerű sztori, nincs túl gondolva, és nyilván ez valamilyen szempontból hozzátartozik a, a filmnek a műfajához is, mert azért nyilván ez valamennyire parodizálja is ezt a fajta filmet, amit itt látunk. Tehát ilyen meta az egész olyan szempontból, hogy hogy ezeket az akciófilmeket valamennyire ki is figurázza azokkal a jelenetekkel, azokkal a párbeszédekkel. Nyilván van olyan, amikor azt, amikor ez eléggé jól érződik, nyilván van olyan, amikor meg kevésbé, és akkor meg, hogy mondjam, ugyan a, ugyanúgy beáll ugyanabba a sorba, de hogy nyilván ez a kettőség határozza meg alapvetően és mégiscsak megpróbál, megpróbál viccet csinálni valamennyire ebből, de közben meg a kaszkadőröknek megadja, amit meg kell adni. És valóban ilyen szempontból ez egy ilyen hasznos dolog, hogy ez a film létrejött, mert például majd a végén a stáblisták közben látni majd ilyen, hát ilyen behind the scenes jeleneteket azzal kapcsolatban, hogy a kaszkadőrök mit műveltek ebbe a filmbe is, és hogy ez nagyon-nagyon jó, hogy, hogy látunk ilyesmit, hogy belelátunk ilyen kulisszatitkokba a, a filmekkel kapcsolatban, mert tényleg az van, hogy ezek, ahogy mondják is a filmben, ilyen névtelen hősök ezek, akik elviszik a balhét a nagy nagysztárok helyett, és, és hát embertelen munkát végeznek, meg, meg tényleg valamilyen szinten az életüket viszik a válsára. Tehát, hogy azért ezek elég kemény csávók, meg, meg nők, most ebben inkább csávók voltak, akik ilyen kaszkodőr mutatványokat uh -huh. csináltak megvannak ezek a típus karakterek, megvan a, a, minden szállat elvarró, elvarni kívánó, dörzsölt producernő, megvan ez a hős szerelmes, de nagyon csendes csávó, ugye a Ryan Gosling, Van, a a, a... színész, színész, Megvannak ezek a nagyon, nagyon dolgok a filmben, és, és tulajdonképpen ezen a vonalon megy tovább. Nekem, ami egy kicsit problémám volt, a második felével inkább, az első felében úgy ültem ott, hogy ez így tök oké, okay, amit most itt nézek. Ö, jobb, mint a trailer, tehát, hogy annyira nem rossz, mint az, az volt, mert azért az, én nem tudom, hogy ez kivágta össze, de ott, ott, valami nagyon nem sikerült, mert, mert, mert nem eladta a filmet inkább, hanem elbizonytalanított mindenben, gyakorlatilag. És a második fele viszont nekem eléggé leül ahhoz képest, amilyen az első fele. Hiába van egyébként ott is akció, meg egyébként azt még említsük meg, hogy tele van ilyen filmes idézet utalásokkal, meg ilyen dolgokkal, nem tudom, mennyire figyelgetett például azokat a cetliket, amik voltak a, a stárnak az otthonában, és akkor volt azt hiszem egy ilyen, is, ilyen felirat is, hogy food club, meg mit tudom én, ilyen dolgok, tehát hogy ilyen apró dolgok is voltak benne, meg hát egy csomó ilyen. Meg direktben is volt persze. Meg is volt egy csomó ilyen, tehát hogy ilyen szempontból. Azt gyorsan el, hogy a Kaszkadőr koordinátor, Cseh, meg a Kaszkadőr közt megy ez, hogy a Kaszkadőr koordinátor idéz valami filmbe, és akkor másnak ki kell találni. Igen, igen, igen. van sok. Igen. Meg az Emily Blunt-tal is azért van ilyen, hogy karácsonykor mit néz, meg mit nem. Hát igen. Is az, 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 is kifejezetten jó volt. Igen, ott, igen, az, igen. ott volt egy, ott is egy poén benne. Igen, az is, igen, az is, Az jó volt. Az kicsit arra hasonlított, mint a barbie -ba az egyetlen, vagy hát a kettő jó poén közül az egyik, amikor a keresztapa meg a... Mi volt a másik? A, a nők nő közlet rendelve. Mert ugye volt... Igen, valami. Várj, mi volt az? Na, hát körülbelül ennyire ragadt. Körülbelül igen, ennyire Bocs. érdekem érdekel minket Bocs. a Barbie. De hogy... Ö, tényleg az van, hogy, ha, hogy ez így vannak benne tényleg megmosolyogtató, meg, meg vicces részek, hát. meg, meg van olyan, ami, a, a, ami, aminél, hogy mondjam így, ó, oké, értettem, de ezen még egy ilyen szállonomrögésre tudok elengedni, tehát hogy van ilyen, egy ilyen kettőség benne, meg mondom, nekem a második fele az, az leül elég előtt erőteljesen. Aztán az utolsó 15 perc mondjuk, ami szintén ilyen nagyon nagy kaszkadőr mutatványokban topzódik, ott akkor megint visszakapcsolódik az ember, de ott valahogy egy óra és egy között engem teljesen elvesztett valahogy a film, és így ültem, néztem ezt az egészet, ami történik, de egyáltalán nem ér. Kicsit tudod, milyen érzésem volt? minthogyha mint hogyha a szürke senkit nézném. Ott. Na az is egy hasonló jellegű, ilyen akció dolgokba csúszik bele egy idő után, bár az egyébként nem annyira, tehát hogy inkább ezt nézném meg, mint azt még egyszer. Meg hát nyilván... az a Man? Aha, igen, a Ryan. Hát az egy szar szar volt az. Igen, de hogy ugyanúgy, de hogy ugyanabban az ilyen teljes érdektelenségben futott bele szerintem a második fele egy jó része. Ilyen szempontból lehet, hogy jót tett volna a filmnek, hogy egy fél órát úgy kivágnak belőle, hogy kell, és akkor egy ilyen kompakt másfél órás filmként. Mert azért valljuk be őszintén, két óra, hét perc ez a film, vagy mennyi? Valami ismét. hát nem a történet építgetésére megy ez a két óra, hét perc. Tehát, hogy nem az van, hogy itt ne lehetne kivágni belőle olyan dolgokat, ami, ami esetleg, vagy, vagy feszesebbre húzni egy-két akcióját, tehát nekem ez egy kicsit mondom, hosszú volt ebben a formában. Nyilván az abból is adódik, hogy én hogyan viszonyulok ez a műfajhoz, de ha már itt tartunk, nem véletlenül kérdeztem meg ezt a gyilkos járatot. Szerintem az egy jobb volt az, ennél. Az, az hogy... parádisabb volt. Ugyanúgy ö, mentek benne az akciója, mint a barom, de viccesebb volt valahogy. Viccesebb volt, meg meg Ebben is megvolt a kreativitásnak a... Tehát felmutatott olyan jelenteket, mint például az osztott képernyős jelenet. Amikor vannak ilyen utalások, hogy a kép meg a hangos, hogyan kapcsolódik össze és a filmmel milyen dolgokat lehet egyébként csinálni, ami, de egyébként azt ami önreflexív. Igen. Azt, azt mondom, most. hogy ez tök jó, de hogy ebből több volt a gyilkos járatban, az ilyen jellegű dolgokból. Mm. Meg azok a flashback amikkel az ott operál, meg ilyesmi. Meg valahogy ott a, a karakterek között is valahogy a kémia jobban működött, vagy nem tudom, meg, meg, maga a sztori egyébként önmagában szerintem nullába az a sztori érdekesebb, mint ez. Mert ez tényleg egy ilyen semmit mondó, idézőjelben semmit mondó, öm, tényleg a kaszkadőröknek készült film, és szerintem megfejtettem nagyjából magamban ez a, ennyi idő alatt, hogy miért van az, hogy a gyilkosárat 49, ez meg 76. Hát ez emiatt lehet valószínűleg, hogy a, hogy a hogy ez egy ilyen emlékállítás, vagy egy ilyen, figyelemfelhívás a kaszkadőrre, mint mesterségre, és akkor ez nyilván egy kicsit más elbírálás alá esik, mert ez egy jó ügy, és egy filmes ügy, hogy tudjunk arról, hogy ők milyen melót raknak ebbe bele. És nem mondom, hogy csak emiatt lehet, de hogy ez is benne lehet, hogy, hogy emiatt is ilyen az értékelés ennek a filmnek, mert tesz egy jó lépést abba az irányba, hogy a film legalább 200 valahány szakma van a filmen belül. Ebből általában hányat szoktunk emlegetni a színészeket, a esetleg rendezőt. a rendezőt, és körülbelül ennyi volt. Tehát hogy Ha nagyon pervezek vagyunk, akkor mondjuk egy zeneszerzőt, meg. Mondjuk, meg forgatókönyvírót esetleg Forgatókönyvírót, és akkor KB. És De akkor tényleg még, akkor, már, akkor már nagyon belementünk. Igen, meg még, ugye, még a peremen itt még előfordul esetleg, az hogy. Operatőr. Mondjuk, igen, hogy a Nolennél -No ennél például, ugye, hogy ő mindig ugyanaz az operatőrre dolgozik, és akkor azért tudjuk. Igen, de, hogy, te, hogy te van, hogy te van. Igen. De hogy azon kívül, <laughs> aztán ilyen tényleg van, nem, tehát, tehát tulajdonképpen nem tudom, négy szakma az, ami, amit szoktunk emelgetni, és ezen kívül semmi. És hogy ebben tényleg ez egy fontos dolog, hogy hogy ez létrejött ez a film, és, és rámutat arra, hogy azért nem semmi munkát végeznek azok is, akiknek a sábristán elpörög a neve, de senki nem olvassa el. Szóval, ez, ez egy fontos projekt, tök jó, hogy létrejött. Én egy fél órát kivágnék belőle, meg, meg mondom, ugyanúgy két óra, hét perc a gyilkosságrat most láttam. Ö, ott nem éreztem az időt se ennyire. Szóval, hogy én azt mondom, hogy hogy az egy jobb volt, és az szerintem közelebb állt ahhoz, amit én egy ideális közönségférnek gondolok ez egy fél fokkal marad le ez a kaszkadőr attól, amit én gondolok ideálisnak, de ettől függetlenül ez egy teljesen nézhető és ajánlható film. Nem lesz 76 szerintem senki számára, vagy, vagy legalábbis kevés ember számára, aki mondjuk ilyen rendszeresebb moziba járunk, de hogy, de hogy egy teljesen oké okay kikapcsolódás, és hát ez az megint egy, megint egy olyan film, amit moziba érdemes. Igen, mert, mert ez, ez, hangos, Ugye, ti a kis te Balázsvére benéztetek. Na, én a Zsigmond Imbavarosban néztem, és tök jó De volt. Te szinkronna. Nagyon, igen. Ti feliratta? feliratta. Tényleg, azt tudom, hogy csak szinkronna adják. Hát én azért gondoltam, mert, ja, mert az történt, hogy mi úgy volt, hogy erre így megyünk együtt, csak aztán a hatos kezdésnél kiderült, hogy Gábor már ott van, én meg nem. Szét fejem 14.500 darabra, és akkor úgy valahogy, hogy ezt én már nincs az úristen, hogy ezt most még ezt, ezt valahogy kibírjam gyógyszerre odáig, hogy 8 óra legyen, utána még ezt a szart, mert ugye akkor mi nem láttam, ezt a vérszart én még végignézem, akkor még ugye ez volt a helyzet, és akkor hát mindegy is. Na mindegy, egy, nem mutatott. Jó, jó, volt, hogy, hogy mi feliratosan néztük, tehát hogy ön, engem a szinkron idegesített már a trailerbe is, tehát hogy én sokkal jobban örültem neki, hogy mi ezt így feliratta. És amúgy voltunk a vetítésen már, mint hogy így. A Zsigmondi most is egyébként ahhoz képest, hogy uh, mit tudom én, ez egy. Hát ez egy mégis csak egy május elsője volt. Sőt, hát azért most gyorsan, még egy záróját itt azért gyorsan, hogy én úgy terveztem, hogy én vettem víslit, meg sört, meg mindent, hogy ha május elsőjén vettük volna föl, akkor rendes majális, meg minden. De hát így, már most egy második van, így ezt már baszhatjuk. Yeah. Köszönjük. Szóval, <laughs> na, még annyit akartam a kaszkodőr mellé rakni, hogy amit te is mondtál, hogy így kifigurázza ezeket a dolgokat, hát önmagában az a film, amit készítenek, hogy egy ilyen kobboly csávó, <laughs> űr -kabboy. űr csávó, űrlényekkel, <laughs> Hát ez egy kurva kellemetlen. Ez a, a közben már. Dűne mit? Igen, és sőt, ott még a, 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 zenei, zenei betét is olyan benne, mint a dűne. Igen, 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 igen. Tehát, hogy teljes. Egyébként zenei tök jó van a szavállogat, hogy, hogy csomó kurva jó híres zene van benne, Ö, és tök jó a helyükön vannak. És hát ugye a lényeg, hogy ugye azt mondják, hogy az Emily ez az, az, első filmje, és hogy hát ezzel majd. És ilyen, ilyen kurva az egész ilyen Igen. ilyen kobolja, de tényleg azok a ruhák benne, meg az egész ilyen nagyon gáz. Igen, és a végén megnézhetjük, a, mert ugye a Comic-Con-on fog debütálni a tréler. És ugye ez egy ilyen nagy dolog. És akkor jön ez a fordulat, amit nem árulunk el, hogy, hogy kicsit megváltoznak ott a szerepkörök. És az is, az a tréler is, tehát, hogy igen, az tényleg vicces Azt volt. Jön. Tehát, hogy ez tényleg az, hogy, hogy úr is, és az a baj, hogy tényleg vannak ilyen filmek, meg tehát, hogy nem, a, nem az van, hogy hogy ez így vicces önmagában, mert mondjuk kifigurál, hanem tényleg vannak ilyen filmek. Tehát, hogy tök oké. Okay. Tehát, hogy ez Most a része, egy. ez teljesen rendben volt. A stáblista közben ilyenek is rendben voltak, tehát biztos, hogy mindenki végig fogja ülni, mert, mert nagyon érdekesek. A ezek a behind-the-scenes jelenetek. Úgyhogy tényleg nem nagyon tudunk ennél többet elmondani erről a filmről. Mi már így is lehet, hogy többet beszéltünk, mint amennyit érdemelne, mert az van, hogy hogy ez a, hogy ez a kaszkadőr, ez, ez ennyit ér tulajdonképpen, és ennyi neki szánták, nem akar ennél több lenni. Nem éreztem ezt az izzadság szagot, amit a következő filmünknél viszont éreztem. Na, csavarodjunk is rá. Oké, okay. Challengers című filmre is beugrottunk egy kicsit. Jó, megnéztük, Sanyi már szerintem te korábban látod, ugye? Mint Igen. Én. Korábban látod, mint én. Én már csütörtökön. És akkor hát Az Aznap, amikor És akkor ott történik, figyelj, mutatvány 7,8 IMDb, 83 at a szkoron. Hopp, hopp, Hát akkor itt ez már van. Meg hát ugye ez a Luca Goldanyi nevezetű férfi a rendező, aki ugye csinálta a sóhajokat, a szólítsa nevedem, Vakítom a napfényben. Csontok, meg mindent azt nem láttam. Én igen. meg akartam nézni, csak még nem volt rá idő, de lehet, hogy jövő hétre meg fogom. Nem tudom, hogy meglátjuk, mert, mert szeretném megnézni, de... De eddig még nem Na szóval a ezek úgy nagyjából tetszettek, én a sóhajókat egy 9-esre nekem az nagyon bejött de nyilván ott az, hogy 6,7-en áll álláim di bintot, hogy az, az nem a... Kisebbségbe nem... tartozó. Én a kisebbségbe tartozok. Vakít a napfényben egy feldolgozásának az eredetéje is jó volt, de szerintem ez is barom jó volt, és nem 6,4, hanem egy kicsivel több. csontok, meg mindent, azt én meg nem láttam. Szóval, hogy nagy lelkesedéssel indultunk neki, már ugye az előzetesből Amúgy, lehet lát... a, amúgy ezt most egyes szám egyes személyben mondjad, mert arról van szó, hogy én féltem a fél, filmtől, már csak Zendaya miatt is. Meg a tréler miatt. Tehát, hogy nekem elég erős fenntartásaim voltak előtte. Tehát, hogy én. Én, amikor megtudtam, hogy lesz ez a film, az nyilván sokat segített, hogy, hogy a Luka rendezi, de. De közben. Ja, men... Hogy ti már így vagytok? Nem, nem haragudj, hanem ne hogy, hogy én se tudom kimondani valószínűleg a úgy úgyhogy nem meg se próbálkoztam ezzel. De, de majd mindjárt te Google fordítóba majd itt betöltöd az olasz ö, dolgokat, és akkor majd itt meghalljuk, hogy hogy kell mondani, és megtanuljuk törítem. egy életre, mert meg is kell. És úgyhogy én egy kicsit, ugye ez az a film egyébként, ami, amiről még híres ez a film, hogy ugye ö, a Strike miatt ezt elég elpakolták. Tehát tulajdonképpen ezt már egy fél éve látnunk kellett volna. Csináljam? Csináld. Luca Guadagnino. Guadagnino. Danino. Várjál. Luca Guadagnino. Jó. Aztán, ember legyen, ezt meg tanulja. Még egyszer. Luca Guadagnino. Na, ő az. Na, igen. Szóval el eltolták eléggé a premiert, ugye a Strike miatt, aztán ugye a Strike megoldódott, és akkor utána debütált most a mozikban, tehát tényleg egy ilyen Hát ennek már, azt hiszem már tavaly ki kellett volna jönni valamit november magasságában, vagy valahogy így. És azért sokan várták, mert a Zendaya a producerként is részt vett ebben a filmben, meg hát a trailer azért, hogy mondjam, eladta magát olyan szempontból, hogy itt ugye egy édes hármas, egy szerelmi háromszög az, ami kibontakozik, és ott van egy jelenet a filmben, amit, aminek tulajdonképpen a 99%-át belevágták a trailerbe, és és hát ez is bizonyos embereknek bizonyára felkeltette az érdeklődését, úgyhogy valamennyire vártam, de közben nekem elég erős fenntartásaim voltak azzal kapcsolatban, hogy ez milyen lesz, és, és innen indultunk neki. Igazából hányan nézték meg ezt a 12 csinálatot? 12.991-en. Ez Ö, Sikeres állító. lesz a mozipésztáraknál, az biztos. Hát csak nem itthon. Mi a, az neked siker, hogy 12 ezeren megnézték egy hét alatt? Nem, ez még a hétvégi múlt hétvégi adatok. Ezt 28, három nap alatt nézték ennyi. Jó. Jó, mindegy. <kül> Ahhoz képest, hogy mondjuk a Abigail című filmet megnézték 7 en az képest ez a maga a pokol 5700, tehát az képest ez jó. Tehát, hogy hát jó, de... A sokszor az képest ez... Nem jó, mindegy, nem mi fogjuk ezt Mértatlan, de okay. igen. <laughs> Oké, okay. akkor mondjam én is. Kicsit még itt félig bele, folytott a szót. Szóval, hogy én is azért, én, én őszinte leszek, én vártam, mivel hogy én, én sokkal több, és pont azt, amit a Sanyi mondott, hogy beleraktak kurvasok mindent az előzetesben, amit én lilátok hányni, hogy és aztán, amikor nézed, akkor tényleg azok a forduló pontok, lehet, hogy már ott valami történne, vagy valami azt már így láttad. És úgy már, sőt, hát ugye van egy jelent a, a, a trélerben, amikor elrecsön a térde a, a által alakított karakternek, és az úgy nincs, az ott a három egyéni van valahol a film. És akkor tudod, hogy lesz egy ilyen, mert elő lesz mindjárt. Hát fel, ugye... inkább felénél, de igen. És akkor ezt így, azt már tudod, hogy az is lesz, és akkor az már most abban már van. És akkor sakkozgatod ott fejbe, hogy mi történik. Ráadásul, tehát én, akkor maradjunk még ennek gondolatnál, hogy én ettől sokkal többet vártam, mint amit kaptam. Tehát, hogy én azt gondoltam, hogy ugye, ami általában jó szokott működni, hogy az előzetes belerpakogatnak egy-két olyan amitől ez érdekessé válik, hiszen a trélernek elméletek ez lenne a dolga. Megnézed, és akkor utána, amikor elmész a moziba, akkor kapsz egy csomó minden más olyan dolgot, ami nyilván a trailerben nincs, de egy gyakorlatilag megnézed a trailert, azt így kb. Meg is vagy. Nem ennyire a nem, ennyire nem, Vagy én hogy... legalábbis nagyon nem szeretem a trailereket, mert és amúgy bármilyen nyilatkozatot így olvas a rendezőktől, ilyesmiktől, ugye a triert nem ők vágják össze, hanem nem, ez egy bizony. ilyen marketing azt csapat külön, által külön megcsinált igen. valami, és hogy általában ők is, ők se nagyon szívvelik ezt a dolgot, hogy hogy tulajdonképpen ilyen nagyobb fordulatok, meg olyan dolgok is belekerülnek ez a Ez az egy kibaszás. Igen, tehát, ez egy tehát, kibaszás az alkotóval. Igen, mert... tehát, nem hiszem, hogy ezt miért nem tudják kigyúndolni, hogy így azt mondom, hogy hé. Hey. Azt ezt én tudom. Hogy de például, jöttem. ha meg megnézed, jó példa is van, mert például most jön a Kinds of Kindness. Kijött belőle egy tréler, azt se tudod, hogy miről van szó benne. De, de ilyen kurva, tehát megjött hozzá a kedvem, nagyon, a, az emberek által, de semmit nem tudtam meg hogy ez a film. De ez szerintem ő fog a talán, szólni? de miről fog De talán a most szerintem ő, 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 tehát hogy szerintem annak, van neki, van mert az összes filmjének, hogyha megnézed az összes igen. ilyen. Tehát ott ő valószínűleg már beleírja. A szegény és is valószínűleg ez volt a, a, helyzet. Az előzetesben már, vagy a szerződésben már beleírja, hogy az előzetes azt ő vágja, vagy ő mondja meg, hogy ez hogy nézzen ki. Hát vagy legalábbis, hogyha meg is vágják helyette, ő mondja rá, hogy na akkor ez így mehet. Aha. De, de le, itt valószínűleg nincs, meg ugye, mint ahogy mondtam, Zendaya producerként is részt vett. Tehát ez azt jelenti, gyakorlatban, hogy például a kettő srácot maga mellé, azt gyakorlatilag ő castingolta. Tehát, hogy ő volt az, aki... Hát, ha mind a kettővel már únik, akkor nyilván. <gül> <gül> legyen ő az, aki érdekli, melyik legyen. Na, nem nem tudom Tom Holland, hogy nézte ezt a filmet. Nekem is közben eszembe <laughs> jutott, hogy ugye ő a zöld a párja, hogyha valaki így nem tudná, hogy hát azért itt is, ott is van egy-kettő jelenetben, amit így... Uh -huh. Azért rendesen megmarkulásztak a segítségével. Nagyon elményben. érdekes egyébként, mert ezt gyorsan tisztázzuk le, hogy ugye a trélerben benne van ez a hármas jelenet, a, ez az ominózus, ami, ami, amire mindenki ugrott egyből. Hogy, így, uh, így. Na ebből miért? Így oda csörrentene követ, hogy. És na, nem történik semmi. Tehát, hogy el kell, hogy áruljuk, hogy ez a film, ez nagyon intim, meg erotikus, meg, meg füllett, de nem azért, mert beszekszeltek, vannak, mert egy sincs benne. És ez most rosszul hangzik elsőre, egyébként. De, de hogy ez. Aki ezt akkor látni az emberet, az csalódni fog. Hát de végül is látja, ezt ellenül. Jó, mondjuk van benne egy olyan jelenet, amikor szerintem hogy hát egy egészséges heteroférfinak átlátsz... ilyen althastályi vérbősége lesz. Mert... De van egy olyan jelenet benne, amiben tulajdonképpen mindent megmutat magából az ember, mert van rajta egy főső, de egy az egybe átlátszik. Tehát, hogy úgy, ahogy van, van minden látos. szempontból. Okay. Tehát, hogy. Van olyan benne... beszéltem, annak az eleje olyan, hogy ott... Na mindegy, engedjük-e? Igen. De ez most az, amikor a, a koli szobában... Így igen. van, így van, így van. Uh -huh. Hát ott ja. az a... Hát tulajdonképpen egyébként ez a kettő olyan jelenet van benne, ami ilyen... Kb. Szexuális jelenet. Igen. igen, igen, Tehát igen. Hogy azon kívül nincsenek benne ilyenek, és ez engem meglepet, de pozitív szempontból, és akkor, hogy én meg opponáljak itt egy kicsit, Ö, ne, nem tudom, hogy miket fogunk még idén látni, de nekem ez eddig ö, az év elég jelöl van is. Nekem ez egy hatalmas meglepetés volt, és gyakorlatilag egy-két jelet én imádtam minden percét. Igen. Aha, én imádtam. Én nagyon szerettem ezt a filmet. És, 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 nem is nagyon tudok igazából belekötni sem, majd te el fogsz itt mindjárt kötekedni. Egy olyan jelenet van, amire majd mindjárt átérek, de szerintem először beszéljünk akkor a pozitívumokról, és akkor utána majd te oponálod itt a dolgokat. Az nagyon érdekes ezzel a rendezővel kapcsolatban, szerintem, hogy a Szólítsa neveden is, én a Suspiriát nem láttam, tehát arról nem tudok nyilatkozni, a Bonzenot se láttam, tehát arról se, de nagyon látszódik, hogy ezt a rendezőt nagyon izgatja a, a, a testiség és, a, és a, az érzelmeknek az összekapcsolódás, az, hogy a, az érzelmeknek milyen testi leképeződései vannak. Tehát, ha belegondolunk a bonzenóban, tulajdonképpen hát, kanibálok vannak. Uh -huh. Tehát, hogy az, annál testi nem is lehetne egy viszony, mint az, hogy megeszem a másikat, szó szerint. Úgy szeretlek majd meg ezt meg a, Igen, A suspiriában ugye a tánc, mint olyan, nagyon fizikai, nagyon intim. Uh -huh. És itt meg ugye a tenisz, mint sport. Ez mind-mind, tehát ez a, ezek a tematikák látszódik, hogy mindig nagyon összefonódnak azzal, ami a, a filmnek a cselekménye is lesz. És ilyen szempontból ez, ez egy ilyen nagy dolog, a, a Hát az meg a szólítsa neveden is nagyon erre megy rá. Ott nincsen ilyen szupportív valami, mint például itt egy sport, ott ugye a táncművészet, említ meg azt, hogy hát kanibálok vannak. De hogy, de hogy az is ilyen nagyon érzékeny dolgokkal. Nagyon az emberi természetnek bizonyos részeivel foglalkozik, és itt meg arról van szó, teljesen egyértelműen, hogy itt hát van egy ilyen mindig változó, dinamikájú, dominancia harc a három karakter között. Yeah. És, és ez az, ami, a, amit egy nagyon jó ötlettel, vagy egy nagyon jó szerkezettel sikerült elkészíteni, ugyanis úgy néz ki maga a film felépítésileg, hogy az elején látunk egy jelenben lévő jelenetet, amikor ezek egymás ellen játszanak a két fiú, és utána ö, ilyen múltból lévő, hát számunkra fontos ö, töredékeket fogunk látni, és, és ezzel építik tovább, és utána megint visszavág a, a jelenbe, és akkor a meccs megy tovább. És ahogy a meccsnek a dinamikája változik, úgy változik a múltnak is, vagy úgy kerül ö, megértésre az is, hogy a múltból hogyan jutottunk el arra a pontra, ahol most vagyunk. És ez nagyon jól összefonódik a kettő. Nagyon sok az időugrás egyébként, tehát van olyan is, hogy. Van egy Nehéz ilyen nagyon... lekövetni, mert nagyon... folyamatosan és nem is ugyanoda, tehát nem az van, hogy jelen múlt, jelen múlt, jelen múlt, hanem hogy a múltban több idő Igen. olyan van, amit De 13 bevallom, éve, szintén. 8 éve, mit tudom, stb. stb. De bevallom, szintén, hogy ö, ahhoz képest, hogy mennyi időgurás van benne, tök jó követhető volt számomra. Tehát, hogy nem volt, ne, nem éreztem olyan részt belőle, amit nem tudok hova helyezni, vagy, vagy hogy elveszettem volna a fonalat, pedig tényleg olyan is van, hogy megy egy egyperces jelenet, majd utána úgy, hogy most volt a váltás, ugye mondjuk a jelenről a múltba, majd utána azt mondja, hogy két héttel korábban. És akkor már megint arrébb vagyunk, nem tudom mennyivel, de valahogy ezeket a darabokat egyrészt tök jól össze lehet rakosgatni, másrészt valahogy úgy szerveződik a film is, hogy, hogy szerintem teljesen követhető elejétől a végéig, de közben meg nagyon fenntartja azt a feszültséget, hogy ugye ezzel a meccsel akkor mi van, vagy, vagy mire fog kifutni, ugye ez egy nagyon, végülis ez egy klasszikus elrendezésmód olyan szempontból, hogy ugye megy a meccs, azokból látunk ilyen részleteket a konkrét meccsből, csak ugye itt átvitt és konkrét értelemben is egy mérkőzést látunk igazából, mm -hmm. vagyis többet egyszerre, és, és nyilván a, a filmnek a vége, az meg abban csúcsosodik ki, hogy ö, látjuk a meccsnek a végét. Hát vagy nem teljesen, ez ö, kicsit nyitva hagyja ezt a film. Egy szerintem ez is tök oké okay benne, vagy, vagy ez is tök jól működött. És nagyon-nagyon jó volt a casting és nekem nagyon jó volt azt látni, hogy a, én az eufóriában csak egy-két részt láttam, úgyhogy arra nem tudok nyilatkozni, de azt mondják, hogy abban az Zendaya nagyon jó. Uh -huh. Én egyébként a dűnébe a, a semmi betekintő uh, 0-20 teljesítményen kívül még más nem láttam tőle. Tehát ilyen szempontból nekem nagyon nagy pozitívum volt. Ezek szerint Nagyjából kiderült az, hogyha egy normális rendező, és most uh, igen, Denis, Danny Villeneuve, most te ebben a konstellációban nem vagy normális, hogy, az endaja, ha valaki úgy nyúl hozzá, akkor ez most megint elég hülye hangzat, de itt tök okolt, hogy akkor ki lehet hozni belőle elég erős alakításokat, és a kettős rát is nagyon jó casting egyébként, mert nagyon, hogy mondjam, illik. Ahhoz a karakterhez, amiket mind a ketten megtestesítenek, nagyon jól összefügg a kettő, és nagyon jól működnek hárman is, meg ketten is, mindenfajta elrendezésmódban módban tök jól működnek a vásznon. Ez is egy nagyon nagy pozitívum, nagyon sok apró ilyen dolog van. És ami, amit én nagyon tudok értékelni filmben, mert mégiscsak ez egy vizuális médium. Nagyon sokszor úgy mesél ez a film, meg mond, de nagyon sok mindent a karakterekről, meg mindenki másról, hogy csak egy testtartás van, vagy egy távolságtartás van az egymás, a két karakter között, vagy egy gesztus van, vagy valamilyen apró mimika van, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy nem azzal mond el érzéseket, vagy történetet, vagy hátteret, vagy bármit hogy kimondatja a szereplőivel, hanem azzal, hogy mondjuk azt látod, hogy ők milyen, milyen távolságra vannak egymástól, milyen testtartást vesznek föl egymáshoz képest, stb. stb. És ezek ilyen nagyon pici dolgok, de ezek nagyon jól végigfutnak a filmben. Mondok egy nagyon egyszerű példát, ha megfigyeled a Petriknek a karakterét, akkor ő mindig mindenkinek a pofájába bele van mászva. Minden jelenetben. Tehát, hogy tényleg az van, hogy, hogy ilyen kellemetlenül közel megy mindenkihez. Egyszerűen azért, mert hozzátartozik a karakteréhez ez a, ez a kicsi, hát kompenzálás ez, vagy minek lehetne nevezni? Tehát, hogy ő nagyon vágyik valami fajta kötődésre, de közben nem igazán találja meg magában hogy mi ez. És hogyha így most a filmnek a nagy értelmét akarnám boncolgatni, akkor azt mondanám, hogy itt van három karakterünk, aki minden, mind a három karakter tök máshol találja meg azt a... Tehát keresné azt a dolgot, ami neki kell, ez legyen egy pár, legyen bármi, és mindenki rossz helyen kopogtat. Mert mindenki valami mást szeretne, és a film legvége ilyen szempontból szerintem csodálatos azért, mert ott a legvége, mind a három megtalálják azt, hogy nekik mi kell igazából. Igen, ez mind Ez, 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 ez három ember drámája gyakorlatilag, független attól, hogy azt gondoljuk, hogy itt majd valami... De közben most, a tettek, közös drámájuk De közben is. a közös drámájuk is így van. E, és e, hát nekem akkor gyorsan elmondom, ami nem tetszett, mert az gyors, ezt gyorsan mm -hmm. végzünk. Szóval, hogy az képest, amit én az előzetesben láttam, én azt így a nagyon a jéghegy csúcsának gondoltam, és akkor itt így nagyon majd valami írgalmatlankodás lesz. És alapvetően nyilván egy szerelmi háromszöges történetből látunk már millió egyet. Tehát, hogy így a, a Zsüle és től kezdve a, a, az Édes hármas, a, mit tudom én, egy csomó ilyen filmet fel tudnék sorolni, mert tényleg ez a szerelmi háromszög az alaptéma. És akkor ö, ott ugye mindig valahogy úgy van kiélezve a helyzet, hogy egynek vagy kettőnek valami nem jó. Tehát, hogy itt mindig valami úgy, úgy alakul a helyzet. És ahogy a Sanyis mondta, ebben tök, teljesen tökéletesen jó, hogy itt mindenkinek valami baj van. Tehát, hogy itt valami, valami nem klappol itt így ebbe a hármasba. És akkor én azt hittem az előzetes alapján, hogy itt valami tényleg olyan lesz, hogy ez ilyen, ilyen, inkább jobban ilyen átverős valami történetet fogok majd kapni, amiben, amiben, amiben jobban, jobban, lesz legalább két-három olyan csavar, vagy olyan hú, vagy wow faktor, amit olyan szól, hogy azt kurva, erre nem számítottam. Tehát én sokkal inkább egy ilyen meglepő filmre, vagy nem uh -huh. tudom, hogy ez jó-e, hogy egy ilyen meglepőbre számítottam, mint arra, hogy egy ilyen nagyon mély valamit kapjak. Uh -huh. És a nagyon mély valamihez képest ez nem volt nekem annyira mély. Na Mondom, hogy mik voltak, amik bajon voltak vele. Van az a jelenet, amikor lemennek a partra, hát attól ez az a ritka, egyik olyan jelenet, a ritka, ritka ami... egy szar volt, azért maradjunk annyiba. A telihold, ahogy Zendaya így leül a kis sziklára, meg azért, tehát attól, hogy kitörött fordulni a belem, azért maradjunk annyiba az egyik ilyen volt, amit így Bánszeg, ez muszáj volt, tehát értjük, hogy mi van. Az egy, na tényleg, mondtam, hogy nekem van egy-kettő jelenet benne, amit nem raktam volna bele, vagy nem így csináltam volna meg. Na ez az egyik olyan. Tehát, hogy ez tényleg olyan, tudod, melyik jelenet jutott az eszembe? A szösziből, is. abban is van egy ilyen jellegű. Szöszi? Igen. Az mi? A egy... monroe Móros film. Ja, igen, persze, oké. Okay. Ott is van egy ilyen jelenet, amikor egy hárman ilyen boldog, valahol ott uh, 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 ülnek, és akkor nagyon mély dolgokról beszélgetne. És az, hogy ott Zendajának kiesnek a száján olyan mondatok, ami, hogy. Tehát, hogy az tényleg olyan volt, hogy, hogy erre itt nem volt szükség, mert értjük, igen. hogy miről van szó. Értettem, hogy ott kellett valami a beszélgetés, ami ami történik, meg. Valamilyen szempontból azt sem tudom hibáztatni, hogy ez a beszélgetésnek a színvonala, mert abban az életszakaszban 18 éves gyerekekről van szó. Tehát, hogy mi, mi, mi az, amit elvárnánk tőlük ebben a szituációban, ha nem ezt a nagyon jó, sztereotipikus jó, jó, okay. dolgokat Persze, én okay, Ez, ez okay. érthető, de én sem így csináltam volna meg azt a jelenetet, vagy, vagy lehet, hogy meg se csináltam volna, mert, mert igazából anélkül is megvan ez a, ez a vibrálás közöttük. Tehát, hogy valahogy. Arról tényleg viszonylag kevés szükség volt. Ez az egyik olyan jelenet. És akkor majd mindjárt mondod tovább, és akkor lehet, hogy rácsatlakozok arra is. Oké, okay. indokolatlanul kurvasokat izzadnak a végén. Ez, ez, tehát hogy, tehát, hogy, tényleg az van már, hogy ez már az, az a bizonyos túlzás, amikor már nem nincs, tehát nem indokolt. Tehát nem, nem érzem azt, hogy ez hogy még kilassítva a 83. izzadság cseppet is megnézzük, ahogy esik le Egyébként a, a, a Josh O'Connor karakter, volt a Patrick, ugye? Igen. ő még úgy hagyján, mert hogy ő rajta az egész faszízzad. A másik oldalon a csávó, én nyaktól lefelé ez egy teljes patika, tehát hogy mint aki most lépett ki valahonnan, így a boltból, a fejéről meg így gyakorlatilag szakad a víz, tehát nem tudom, hogy nála hogy van így biológiai az ízadás elosztás, de hogy a fejéről így gyakorlatilag patakokba folyik a víz, úgyhogy a meg egy dekas nincsen. Szóval, hogy ezek ilyen zavar, mert amikor már mikor már ez elviszi a fókuszt, érted? Tehát, hogy ott nekem ez volt a bajom. Hogy már azt néztem, hogy a fasznak izzadnak ezek ennyit. Tehát, hogy ez már nem kellett volna, hogy odáig eljussok, mert sokkal jobban kellett volna, hogy más érdekeljen a filmbe, mint az, hogy mennyire izzadnak. Szerintem ennek volt, tehát egy, ez engem nem zavart egyrészt, mint izzadó embert. Nagyon örültem, hogy végre reprezentációt kaptam én is a vásznon, mert ez iszonyú zavaró, és annyiban oponálnám, hogy de izzadnak így emberek. Sőt, én, Jó, én okay. nekem nem kell teniszezni se hozzá. és felülök a biciklire. De a csak fejről fog... izzad? Én is nagyon sok szempontból van olyan, hogy csak fe... Tehát, hogy van ilyen, hogy csak fejről izzad valaki. Tehát, hogy ez így létező dolog, főleg úgy, hogy ugye, amikor teniszeznek, általában van, hogy valakin póló van, de valakin meg atléta van, és akkor a hónai izzadság az nem látszódik úgy, a csak minden, a testi... Ennyire nem akartam belemenni ebbe. Na mindegy, én is 61 vagyok, majd nyáron meglátod, mikor. Egyébként a legjobb a szürke póló. Mindenkinek tudom javasolni. Igen, nyáron. az egyáltalán nem látszik rajta semmi. Abban a pillanatban minden, 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 Az egész minden testednek a bármilyen, így rögtön. Na, oké, okay, szóval, hogy hogy volt egy-kettő ilyen benne, ami, ami nekem így nem tetszett. De ezek ilyen apróságok voltak, amitől, és mondom, én sokkal jobban inkább erre a hűhára vágytam de attól függetlenül nekem ez a film tetszett. Tehát, hogy félre ne nem ez egy, nem, nem egy rossz film. Mondom, voltak még, volt benne egy-két ilyen indokolatlan dolog. Alapvetően rá tudtam csatlakozni mind a, mind a három karakterre, tehát így értettem, a, értettem a, a szolidabb, visszafogottabb csávót, hogy, hogy Hát ő ő ez a béta ezzel. típusú teljes egy az egybe egy béta a. Igen, és akkor van ott a... az, van egy, vagy, van egy jelenet, aki, ami, aminél ott az vagy együtt vannak, és ott azt várod, hogy majd ott na. Ott lesz, na, ott lesz az, amire, amire, mondtál, hogy ú, na majd ott lesz valami orbitális baszás, vagy tehát, hogy valami... Ú, valami de ze... amúgy az egy kurva jó jelent, hogy az, nem az igen, lesz a vége. Igen. Valami, amit totál Spoiler, szpoil, de hogy így, így azt várod, hogy na, akkor most a csém. Egy itt a falnak csapás is. Faladja a másikat. És akkor ezért van mindenféle pózba. És ahhoz képest egész más, máshova fut ki az egész, de van egyébként ilyen jelenet másik is, amikor a, arra számít az, hogy, hogy na, és én ezekből vártam többet. Ezekből a, majd te most, te... Majd most a, 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 erre felé megyünk, nézd csak milyen jót messze az a valami, ez csak puff egy balkanyar. Érted? Uh -huh. Én sokkal több ilyenre vágytam, de mondom, ez egy, ez attól függetlenül teljesen egy teljesen egy nézhető dolog, és tök oké okay, passzol ebbe a Lukagyedényonyonyonyónak nyony, a, a, a az utcaiba. Ő egy meleg rendezőző, nem, nem ok nélkül van benne Kurva kurvasok, de félmeztelen... Aha, félmeztelen félmeztelen férfi. Tehát van itt egy csodálatos szomnás jelenet, hogyha esetleg valaki... De nincs, tehát ilyen, ilyen nagyon naturalista dolgok nincsenek benne, tehát nincsenek ilyen, ilyen pornográf bármik, hogy ott... Meztelen férfi van benne. Van benne, tehát férfisegeket látunk, nem, mit tudom én, de hogy így direkt be egy szerkát, mondjuk nem mutatnak. Te? Hát nem de. Ja, de igen, az de az nem, a főhősökét. Ja, igen, hát igen, egy igen, senát, igen, igen, oké? igen, igen, Na, ezt meg így be tudjuk a rendezőnek, hogy legyenek is. De jó. ott is az <laughs> is fontos, és például nekem a, én utána, ez most csúnyan lesz, amit mondani fogok, de ugye, ahogy írtam erről a kritikát, de hogy lefagyott? Nem ilyen dolgot fogok mondani, amire gondolni fogsz, hanem az, hogy... Én mire eh, hogy, hát, Láttam a fejedben, hogy mire gondoltál. Hogy a, hogy a... Letöltöttem kamosba, mert bele akartam nézni bizonyos jelenetekbe, meg ő például a barátnőmmel néztük, és ő, ő meg észrelt olyan dolgokat, amit először én nem. És a tusolós jelenetben? Igen. Igen? Tehát például ott, ezt most nem tudom, hogy elmondjam-e, de elmondom. Szóval, hogy a, ott a, a azért mert neked a... kellemetlen, a barátnak kellemetlen, vagy mert spoiler? Ö, nem, hanem mert spo spoiler. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Csak a spoiler. Ez okay. nem kellemetlen dolog okay. benne. De szerintem nem, akkor a spoiler, van egy olyan jelenet, nem mondom el, hogy hol van, van ez az öltözős jelenet, és ott, ott, ő, ott ő tinderezik. A, igen, a igen, Josh O'Connor. És ott van egy részlet benne, amit én elsőre nem is vettem észre egyszerűen elsiklottam fölötte, de nagyon sokat hozzátesz a Patricknek a karakteréhez. Igen, nem tudom, egy, egy férfi. Igen. Férfi igen, van a tinderen. Igen, igen. Igen, Én azt elsőre, bevallom, szintén nem szúrtam ki. Tehát, hogy ilyen apróságok is nagyon sokszor, azért mondom, uh -huh. hogy nem ilyen dolgot akartam mondani, amire gondoltál, hanem azért töltöttem le, hogy lássam ezeket a kis pontokat, meg ezeket az apróságokat is, mert még egyenőre ennyire tudok hozzáférni, hogy van egy komos verzió hozzá. Vagy elmegyek még egyszer és megnézem moziba körülbelül, ez a két, két lehetőség van. És Nekem még egy olyan jelenet van, hogyha már itt a, a kritikáknál tartunk ezen kívül, van egy azt hiszem Atlantában játszódó rész, eh, ahol valaki meghalt, nem egy fő karakter, hanem valaki, és annak a kapcsán kettő különböző karakter találkozik egy rövidebb időszak, vagy egy rövid időre igazából egy hotelben. Uh -huh. Na, nekem az... Bármennyire is nagyjából értettem, hogy miért van az ott, anélkül tökre meglettünk volna. Uh -huh. mert, mert valahogy nem éreztem azt, hogy, hogy erre itt most nagyon hát szükség. Igen, az És kevésbé, volt, kevésbé igen. volt bevarva a narratívába az a, az a kis jelenet, mint minden más, amit, amit nagyon jól el tudtam egymáshoz képest helyezgetni. A, De... Igen, bocsánat, nekem még, még van egy, amit így felhoznék, a gyerek karaktere. Nekik van egy gyerekük a, uh -huh. a filmben közben, majd kinek, azt majd filmben meglátjátok de nagyjából szerintem az előadatosból ez kisakkozható, hogy van egy gyerekük, ami így értem, hogy ez ráerősítés arra, hogy ők már együtt vannak, meg hogy ez egy komoly dolog, meg mit tudom én, de hogy a gyerek karakter így konkrétan azon kívül, hogy egyszer lefektetik, aludni meg egyszer valamit ott csinálnak a gyereke. Azt hát meg van kb... egy Spider-Man utalás, mert az kell. Igen, ember. az, az, kell, az vicces van. De <laughs> hogy így, de hogy például a gyerek karakter is tök fölösleges De nem is foglalkozik vele a film, tehát hogy nem az van, hogy itt ez a két jelenete van. Hát, oké, okay, éppen ez az, hogy ez így. Tehát, hogy így de annak is van szerintem de, jelentősége. De hogy le, persze, hogy, hogy, miért? hogy van, persze, hogy van, nem, nem is azt mutatom, hanem hogy akkor már, ha már benne van, akkor legyen benne valami olyan, mert hogy konkrétan egyik ő is se csatlakozik a gyerekhez. Tehát, hogy így, azon kívül, hogy van egyenlet a férfinak egy bizonyos helyzet, de az, az kellett is oda, hogy ott az ott, ott úgy legyen. A zendője meg egy lefekteti neki ott az anyukája a gyereket, és akkor kb. ennyi. De látod, Ez, hogy... ebből a kettőből is kijön valami, okay. ami elmond erről a kettő karakterről nagyon sok mindent, hogy például a gyerekhez is hogyan állnak. Oké, okay, csak ezt én mondjuk úgy, úgy, úgy én erre jobban ráerősítettem volna, mert hogy akkor az, amit beszéltünk, is, csak azt kell hogy akkor lehet, hogy egy picivel szélesebb rétegnek nem kell, nem kell szájbarágni, csak egy picit jobban mm -hmm. Tehát nem átesne a ló túl de Lehet, alára, hogy ebbe hagyni. is lettek volna a dolgok, de nekem ez nem, 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 hiányzott, mert amennyit bele kellett ebből, ebből a részéből is rakni, szerintem annyi benne volt. És valójában őszintén azért nagyon sokszor beszélünk arról filmekkel kapcsolatban, hogy mondjuk több karaktert mozgatnak egyszerre, itt ugye háromról van szó, és kurvára nem sikerül balanszírozni egymáshoz képest a szálakat. Itt nekem ilyen jellegű kritikám megy, itt minden három karakterhez elég közel, eléggé megismerik őket, mondom az ilyen semmiből, tehát az a, a, csak a képekből kiindulva is, a, a, meg nyilván utána az is rájátszik, hogy miket mondanak és azt hogyan mondják. Tehát, hogy nekem ilyen szempontból egyáltalán nem volt hiányérzetem ebben. Én valószínűleg azért is szeretem nagyon ezt a filmet, mert, mert ez ilyen nekem vannak ezek a dinamikák, amik itt vannak, amikbe így el lehet mélyedni úgy erősebben. Én ilyen meglepő dolgokat egyáltalán nem vártam, tehát hogy nekem az azért nem kritika, mert én nem vártam ilyesmit. Viszont olyan szempontból meg egy másik szinten meglepő volt számomra, hogy ilyen mély lesz. Maga ez az egész, és ennyire jól tudja a teniszt, meg ezt a hármas kapcsolatot összerendezni. Én azt hittem, hogy ez a tenisz ez egy jó háttér lesz. Nyilván ilyen nagyon egy, egyértelmű dolgok így eszébe jutnak egyből az embernek, hogy hát ott is egy páros egymás ellen, stb. stb. Meg amit ott Zendaja böfögott a izén, strandon, ezek a dolgok, ezek az ilyen nagyon egyből eszedbe jut, hogy ez az analógia, ez mondjuk a tenisz jól összejön. De hogy ennél azért mélyebbre megy, tehát hogy sokkal integrálsabban jelenik meg a tenisz, mint olyan, mert ha megfigyelitek, a meccsnek ahogy változnak a dinamikái, úgy változik pont ugyanúgy a többi jelenetnek is, a múltban a dinamikája. Tehát, hogy itt nem csak arról van szó, hogy mondjuk a tenisz az olyan, mint az élet, Két ember üti egymásnak a labdát a pályán, és aki nyer, az nyert az életbe, a másik meg alul maradt. Tehát, hogy nem csak erről van szó, nyilván itt van egy erős hierarchiáért való harc, az, hogy ki az, aki, aki feljebb van, ki az, aki lejjebb van, és az folyamatosan a teniszen keresztül is, meg minden életen keresztül artikulálódik, és sokkal mélyebbre megy ebben. Tehát nem csak arról van szó, hogy ez egy ilyen jó háttér, mert ez milyen jó, hogy ez egy tenisz, és közben meg említsük már meg a másik kimondhatatlan nevű emberünket, a forgatókönyvírót, aki nem más, mint majd mindjárt lejjebb tekeri, és akkor meg tudom. Justin curkiz vagy nem tudom, hogy kell mondani a nevét, majd mindjárt kiderül, ő a szerint Szognak a férje. Tényleg? És ez az első forgatókönyve. Akkor az erős. ugye? Uh -huh. és a, Tehát, hogy ilyen szempontból, és már a következő, ez a Queer című film, szintén Lukával csinálják, és annak is ő a forgatókönyvírója. A mindenit neki. Hát akkor ez a páros azért, ez úgy érzem, szar. hogy a következő években meghatározó lehet a számunkra. És még akkor kettő dolgot szeretnék a filmek kapcsolatban kiemelni, ami, ami nekem még magasabb bolcra tette... Mondjuk ez a jelenet, amit nézünk, azért, hogy lehet így passzív-agresszíven banán tenni. <laughs> Tehát, hogy ezek a dolgok is annyira jól működnek a filmben. a Josh-okonak Connor... szerintem kurva jó. Igen. Hogyha egy embert ki kellene belőle elmenni, akkor én őt emelném. Ki Igen. A hármasból. A... Jó, de az mindig, mindig is a, 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 a ez a típusú karakter az erősebb. De meg ez nem valahogy. tudom valahogy az egész, ahogy létezik, meg, meg, meg ezek a jelenetek, Tehát, hogy tényleg van egy csúrosz evés, és akkor az is. Szól ez a film, amiben bele sem mentünk a barátságról és annak a határterületeiről. És hogy, hogy ki hogyan éli meg ezt a, ezt a kapcsolatot, és ki milyen mélységében éli meg. Mert abban is nagyon nagy a különbség a két karakter között. És. Ez az, nem ez volt az egyik dolog, amit mondani akartam, de ez is ide tartozik. Én imádtam a soundtrack tehát hogy én azóta szoktam is hallgatni. Az a trailerben lévő szám az nincs benne a filmben, de hogy amúgy ilyen... Az Rihanna, uh, ugye? Az a Rihanna szám az nincsen benne. Az nincs benne. Benne konkrétan. Hanem ilyen 90-es évek révt hard techno jellegű dolgok vannak benne, és nagyon-nagyon jól működik, szerintem végig, meg nagyon hozzátesz a hangulathoz is. Tehát, hogy ilyen nagyon... Tényleg lesz egy ilyen, Ilyen, meg, meg ugye maga a kép is, tehát minden ilyen nagyon jól szimbiózisban van ez a kettő egymással, meg az, ahogy a, a zene így megy előre, és amilyen hangulatot árasz magából, az reflektál arra, hogy a képen mint, szóval hogy nagyon jól meg van csinálva, meg önmagába is hallgatható, és a másik meg, amint meg teljes ilyen nem tudom mikor volt ott a jár a moziban, hogy valami ilyen így, így borsódzon a hátam, gyakorlatilag az a vége az az utolsó tíz perc. Tehát az a finálé, én nem tudom, mikor láttam utoljára ilyen, ilyen intenzív, erős, és közben meg tényleg az, hogy ott aztán úgy derülnek ki dolgok, szintén, hogy egy kurva szó nem hangzik el ott, és a három ember egymáshoz képest hogyan helyezkedik el, és annak mi lesz az eszkalációja a legvégén, és mi az a kép, amivel zárul. Hát én ott így jöttem, hogy... <laughs> Na, tehát a finálé az volt az, ami nekem ezt a filmet egy ilyen 8 8 és beemelte a 9-esbe. Na, az volt, az volt, Addig úgy voltam vele, hogy ez egy 8 8 és fél, és nagyon jó volt, de hogy nem ütötte nekem ez a 8 meg a 9 között, azért van egy erős. Tehát, hogy ott van egy nagyon erős határ. 8-ast még úgy tudok adni elég sok mindenre, ami, uh -huh. ami, ami nagyon tetszett de nem üt át egy olyan, tehát abban már kell valami olyasmi a 9-esben, ami, amire tényleg tíz év múlva is emlékezni fogok, úgyhogy nem, nem láttam mondjuk esetleg. Mm -hmm. Na a finálé az ilyen. Tehát, hogy nekem az olyan volt, hogy, hogy ez abszolút egy, egy kicsit más dimenzióba helyezte az egész filmet. Ahogy az meg van vágva, ahogy az meg van csinálva, amire kifut az egész. És mondom, a vége ilyen szempontból nekem számomra nagyon szép, mert mind a három ember megtalálja benne azt, amit eddig rossz helyen keresett. És, és úgyhogy igazából nekem ez egy kurva nagy meglepetés volt ez a film. Pozitív meglepetés. Ö, pozitív meglepetés. És, és ö, ö, ilyen szempontból érdekes lesz majd megnézni a Bonzenolt, meg lehet, akkor most már rámegyek a, a Suspiriára is, mert hogy, mert hogy, ez a rendező, ez nekem fekszik nagyon, Az ez, ne a nekem ö, me, ez a stílus. meg ez a nagyon érzéki, történetmesélés, és közben meg úgy, hogy, hogy, nagyon mélyre megy, és nagyon sok mindent elmond az emberről, emberi természetről, meg a, hát ezekre az interpersonális viszonyainkról, hogy abban hogyan működünk, és, és hogy mennyire károsan tudunk működni, meg mennyire nem tudjuk, hogy hogy kellene működni ezekben a viszonyokban, és hogy mennyire nem tudjuk még azt sem, hogy ezekben a viszonyokban mit keresünk igazán, és hogyha keresünk is, akkor meg nem azt, amit kellene. Tehát, hogy itt rengeteg ilyen kérdés van, és Emiatt én hogy biztos, hogy újra fogom nézni, majd nem olyan soká valószínűleg, és amúgy, hogyha már itt tartunk, és valamennyire átvezetjük, a mind idegenek vagyunk, az elméletek lesz moziban, és lehet, hogy rámegyek moziban még egyszer. A mikrofonba fogom Hát, de így is halatulod. Oké. <síns> 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 nem tudom, hogy Szegeden lesz-e, mert a magyar hangja a, a forgalmazója, és az nem biztos, hogy eljut ide is. De én nem, szeretném, mert én megnézném szívesen egyszer még moziban. Moziban. Azt mindenkinek ajánljuk egyébként. Nem csak moziban, bárhogy. Jó, És amúgy egy... a kettő film kicsit hasonlít is egymásra. Hmm. Igen, valahol. A ott legutóbb a Kimérába láttam én, meg arról beszéltem is. Igen, igen. Ö, meg a Korona című sorozatban őt látni, hogyha máshol úgy nagyjából nem De, is. de ez az áttörése valószínűleg. Illetve Michael Face, Feist... Feist, 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 Feist. Nem tudom. Oké. Okay. Őt a West Side Story-ba meg, most majd lesz a Motorosok című film, a Tom hardy abba lehet majd ott látni. Itt mind a ketten a karrierjük elején vannak, és ez a film szerintem egy nagy áttörés mind a kettőnek valószínűleg. Tehát, hogy ő ja. tényleg az, hogy... De Josh mindjárt... a másik film, tehát az összes többiben is jó volt. A maga, az Jának meg el, olyan szempontból áttörés, hogy látszik az, meg, meg mivel ő volt a producer, én emiatt is egy kicsit most már más perspektívába helyeztem magamban az endaját, hogy, hogy jó érzékkel tud ezek szerint választani rendezőt is, meg magam elé embereket is, és ezek szerint neki van egy jó ízlése a filmmel kapcsolatban, meg az, hogy egy film milyen dolgokról is tud szólni amellett, hogy a dűnébe a semmi betekingett, Tehát, hogy ez, uh -huh. ez, mindenképpen pozitív számomra, hogy neki volt egy ilyen nagyobb szerepe ennek a filmnek az elkészültében, és, és, ő is hozzájárult ahhoz, hogy ez ilyen jó legyen, nem csak azzal, hogy mondjuk nagyon jól vezette benne a rendező, hanem, hanem abban is, hogy mondjuk kik azok, akikkel ezt eljátsza, meg egyáltalán ki az a rendező, akit hozzá lehet rendelni ez a projekthez. Tehát ez is lehetett volna, én attól féltem, hogy ez lesz egy ilyen teljesen átlagos, ilyen édes a story. Hat és félre. A, a, Igen, aha. Igen, egy a igen. hat és feles hogy, valami. hogy egy ilyen, egy ilyen ö, nem túl mély, de mondjuk szexuálisan túlfűtött valami lesz. És pont ez a nagyon érdekes ebben a filmben, hogy iszonyúan füllett, meg iszonyúan ö, intim. De nem azért, mert itt az emberek egymásra gerjednek ö, sok esetben, hanem, hanem egyszerűen ö, a, a testis, amit mondtam az elején, hogy ez a testiség, ö, a testi reakciók, azok hogyan képeződnek le a belső érzelmek, megérzések alapján. Tehát, hogy ez szerintem nagyon jól működik a filmben szintén, külön elemzéseket érdemelne, de nyilván most ebben már nem tudunk bővebben belemenni. Szerintem nagyjából érthető, hogy azért eléggé ajánljuk ezt a filmet. Ja. Na, mind a kettő filmen nézhető. Tehát, hogy az egyiket nagyon ajánljuk, a másikat meg így... Hát most egyébként érdekelne annak a véleménye, aki nem különösebben sokat jár moziba, és ezt a két filmet megnézi, hogy neki melyik tetszett, hát a, tetszett, a nagyon szerette a Kaszkadört. Tehát, hogy ő, nagyon rajta volt ezen a témán. Azért mondom, hogy a kíváncsi lennék egyébként ott Persze, tehát a, több mint valószínű, hogy a, a hallgatók és nézőknek a 90%-ának jobban fog tetszeni a kaszkodőr, mint nekünk. Ez több mint valószínű. Ezért mondjuk azt, amit mondunk, hogy, hogy ez ajánl, ajánlós. Azoknak, akik, és még azoknak is, akik ilyen hasonló film ízléssel rendelkeznek, mint mondjuk mi, azoknak is egy pozitív csalódás lehet ahhoz képest mondjuk, amit a tréler mutatott. Csak nem fog olyan nagy dolgokat megindítani benne. Én erre két hét múlva valószínűleg már nem fogok emlékezni. Tehát, hogy ez, ez tipikusan ez a fajta. Itt nyilván megint csak arról van szó, hogy ki miért néz filmet. Mi nem feltétlenül azért nézünk filmet, hogy az robbanjon, meg nagy legyen a látványa, meg ilyesmi, mm -hmm. hanem, hanem más dolgok miatt. És ezzel nincsen semmi baj, ezért mondjuk azt, hogy ez egy maximálisan ajánlott film, mert valószínűleg tetszeni fog mindenkinek, aki, aki ráúszul. A Challengers viszont meg egy másik érdekes dolog, mert ott meg előfordulhat az, hogy az ember megnézi, mondjuk kevesebbet nézi ilyesmit, vagy nem annyira... Például a másik dolog még, amit érdemes megjegyezni, hogy ezek az időugrásokkal, meg az operatőri munka, az nem biztos, hogy mindenkinek a stílusa lesz ebben a challengersben. Ez a kettő ez nagyon jól dolgozik, szerintem együtt, meg, meg én nagyon-nagyon kedvelem az ilyen fajta eljárásmódon, de valakinek meg mondjuk ez a film nem lesz olyan, ami, ami befogadható, vagy ami pont, hogy a történetet érzékelt, érzékletesebbé teszi, vagy elmélyíti, vagy egyáltalán bármilyen szempontból rá tud kapcsolódni. Szóval, hogy itt lehetnek ilyen variánsok a challenge be de szerintem ott is, hogy mondjam, nem hinném, hogy itt emberek úgy fognak erről kijönni még akkor sem, hogyha nem nagyon nagy filmnézők, hogy, hogy ez egy mekkora szar volt. Tehát ezt nem tudom elképzelni egyszerűen de azt el tudom képzelni, hogy, ö, hogy nem feltétlenül fog ez ö, annyira tetszeni mindenkinek, mint amennyire nekem főleg, meg hát az is lehet, hogy még annyira sem, mint Gábornak. Na, úgyhogy ö, most gyorsan megránéztem, hogy milyen arányba oszlik el ez a szavazás az IMDb-n. Az van itt 700 olyan, ezt egyesre ítélt, itt érte, van 200, aki 2-esre, 3-asra. nem értem viszont. 309, aki 4-esre, 6 Tehát, hogy itt azért a, a 8-asra leginkább a legtöbb szavazat, van, aki 10-esre, 9-esre ítélte a dolgot, de hát azért van 700, akinek ez abszolút annyira nem tetszett, hogy szerint ez egy kártékony szar. Na jó, Le... ne, 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 menjünk bele, mert te ezt már, már Nem ez csak kérdésként felmerül ilyenkor bennem, hogy miért. Tehát, hogy ezt, ezt, nem is értem. Vannak emberek, akik most soha tízest adtak, tehát, hogy azért, az lássuk. Jó, de jósztok. az teljesen más. <háll> tehát, hogy az, Jó van, oké, okay, na. Szóval. Hát Oké, oké, okay, okay, nyugodj meg. <hállt> Én nyugodt <vagy. hállt> oké, okay, jövő hétre mit nézünk? A boldogság ügynekét meg fogjuk nézni. Mert hogy nem nagyon van más a moziban. Most ugye a kaszkadőt már előttük most, már ugye azt már megnéztük. Hivatalosan uh, ugye a jövő héten kellett volna arra beszélni, de mindegy. Szóval hogy a boldogság ügynökét megnézzük, azt így, az így biztos, uh, és aztán majd még... Hát, Ajánljuk látjuk. mindenkinek, hogy a robot álmokat, hogyha a moziba jár, nézze meg, ha még nem látta. A negyedikén és ötödikén van vetítés, Igen. tehát hogy akkor azt mindenképpen... Meg lesz kung fu pont, de szinkronizált. <laughs> szinkronizált magyar nyelven meg Igen, lehet tekinteni a, a robot, robot álmokat, álmokat, Amiben nem szólnak egy szót se. Oké. Okay. Uh, jó, majmok bolygója lesz majd utána héten, jövő héten meg akkor boldogság Mindenképp plusz uh, Sanyi biztos, hogy megnézi, és én is úgy leszek, hogy megpróbálom időben megnézni. úri emberek sorozatot. Yep. Meg van még egy másik film talomban, amiből majd meglátjuk, hogy lesz -e valami, a Late Night with the Devil című film, aminek Ötöm, nincs is forgalmazó, hogy a streamingen se jelent meg, de hogy elméletileg ez egy olyan horror, ami nem nagyon akar horrorként viselkedni, és ilyen média kritikai felhangjai vannak, emiatt például engem eléggé érdekel. Úgyhogy lehet, hogy majd az is lesz, de lehet, hogy csak két hét múlva. De az is lehet, hogy nem lesz. Sőt, lehet, hogy az, hogy az a két film, amiről beszéltem, és nem, ha nem beszéltem, az is lesz majd jövő héten. Szóval bármi lehet is annak az ellenkezője is, úgyhogy Ezért érdemes követni a Mozizgatunk podcastet, mert itt bármi megtörténhet. Itt akár még mi is lehet, jó? Úgyhogy uh, vigyázzatok magatokra, nézzetek filmeket, jövő héten. is jövünk. Szavaztok, -ról. Sziasztok! Köszönöm, köszönöm! Önök csodálatosak! Az idő lejár. Volt benne valami felkavaró. Tele van magánnyal, nyomorúsággal, szenvedéssel, boldogtalansággal, és mégis az a baj, hogy olyan gyorsan elmúlik. Madi, mindig csak a mozi! Köszönöm, biztosak lehetnek benne, hogy máshol ilyet nem találnak, viszont látásra.